jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Tessék rájuk nézni. Olyanok a serdülő fiak, mint a hős kezében a nyilak. És a példabeszédek 22.6, itt a Károli fordítás szerint olvasom az igét, mert kifejező. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint. Még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, nem távozik el attól. Erről a fecskéről, aki állandóan berekül, egyrészt a 81. Zsoltár jut eszembe, hogy még a veréb is, de még a fecske is talál fészket a te házadban. Ezt most alkalmazzuk, és ez igazzá vált, igaz? De nem csak az jutott eszembe, hanem arról az is eszembe jutott, hogy miért szorgoskodik ennyire ez a fecske. Hát azért, mert ő is anya. Vagy nem tudom, lehet, hogy az apa fecske dolgozik. De készíti a fészket a fiókáinak. Tehát bennük is bennük van, belőjük van oltva ez az ösztön, amit az Isten munkál, azt hiszem az anyákban is, és azt hiszem az apákban is. Örülök egyébként, hogy még a vendégek között is nagyon sok a nő. Úgy látom, hogy sok a nő, tehát ez különleges alkalomakkal ilyen szempontból is. No, egy kertész egy apróka csemetét, palántát ajándékozott egyszer az almát termesztő kertész barátjának, akinek egy nagy almása volt. Íme, ez az én ajándékom neked, mondta. Egy karmester egy csomaggal lepte meg zenekarának a nagybőgősét, aki a kedvence volt. Csak azért, mert nagyon értékelem a munkádat, mondta. Egy festőművész élt egy vízszerelő szomszédságában, és ugyancsak ajándékkal lepte meg őt, mint egy ezzel értékelve a jó szomszédságot. Hogy jó barátok lehetnek. Tehát mind az almatermesztő, mind a nagybőgős, mind pedig a vízszerelő kapott egy ajándékot. Nos, a kertész abban a tudatban ültette el ezt a csemetét, ezt a palántát, hogy abból majd szép almafa lesz. De egy almafa fog kinőni belőle, hiszen ő almát termeszt, tehát ha a barátja rá gondolt és ajándékot adott neki, akkor biztos, hogy egy alma csemetét kapott tőle. Nem hasonlít rá igazán, nézegette, de csak valószínű, hogy alma lesz, csak valami különleges fajta. De bizony, ahogy ez az úgynevezett csemete nőni kezdett, csepet sem úgy viselkedett, mint egy almafa. Ahelyett, hogy fává nőtt volna, elkezdett elbokrosodni, és bizony a termései, bár kerekek voltak, mégsem az almára hasonlítottak. Pedig mennyit kínlódott vele különleges almafatáppal, trágyázta körbe a gyökérzetét, még alma levet is öntött a törzse mellé, hogy hát ha ez az almafa valóban almafa lesz. És csak azért, mert ő úgy gondolta, hogy nyilvánvalóan ez egy almafa kell, hogy legyen. Közben kiderült, hogy nem egy almafát kapott a barátjától, hanem egy korkodus szilvát. Egy cseresznye szilvát. Ami bárhogy is vesszük, nem alma. És bizony a mi zenészünk is abban a hiszemben csomagolta ki az ajándékát, hogy abban majd egészen biztos egy hangszer lesz, amiben igaza is volt, de hát egészen biztos, hogy egy nagybőgősnek csak is nagybőgőt fognak ajándékba adni. Igaz, hogy kisebb volt ez a csomag, és bizony a dobozban nem nagybőgő volt, hanem egy tangóharmonika. De hát emberünk bőgőzni tudott, nem igaz? Hát ő nem tudott harmonikázni, ő bőgőzni tudott. Elővette hát a harmonikát, és elkezdte a vonóval húzogatni a harmonikát. Ugye egészen furcsának hangzik ez. Elkezdte húzogatni, hát közben a harmonika vagy egyáltalán nem adott ki hangot, vagy hogyha nagyon meghúzta főleg a szélládáját, akkor adott ki magából valamit. De semmiféleképpen nem hasonlított a harmonika a nagybőgőhöz.
És bizony így járt a vízszerelőnk is, aki a festő barátjától nem csőkulcsot és menetelőt és tömítéseket kapott, hanem mit kapott vajon a festőtől? Egy pár ecsetet és egy festő palettát. Ezzel bizony nem sikerült megszorítani egy kötéssel, maximum le lehetett festeni a csöveket. Márpedig ő úgy képzelte, hogy csak is a munkájához illő dolgokat kaphat. A szerelő lefestette a csöveket, de nem tudta megjavítani az ecsettel. A bőgős kicsikarhatott valamit a tangóharmonikából, de nem élvezhette a zenét. A kertész láthatta a szilvákat, de nem értékelte. Miért? Mert mindegyik azt gondolta, hogy csak olyasmit kap, ami ő hozzá hasonlít. Amihez ő ért, amit ő elvár, és nem olyasmit, amit az ajándékozó akart neki adni. Ő olyasmire gondolt, ami az ő elvárása volt az ajándékozótól. És nem gondolt arra, hogy az ajándékozónak más elképzelése van, arra nézve, hogy mit ad neki. Majdnem 200 ezer nő fog ebben az esztendőben is anyává válni. Vagy először, vagy már többedik alkalommal. Körülbelül ez a szaporodási ráta itt a mi országunkban. És arra gondoltam, hogy vajon én férfiként, ugye, mi hasonlítható az anyasághoz? Van-e ennél nagyobb méltóság? Van-e ennél becsesebb megbízatás, mint anyának lenni? Ki más hordozhat egy egyedi, eredeti, emberi életet a szíve alatt? Ki más táplálhatja őt a saját testéből? Ki más tud csókjaival ennyit vigasztalni, simogatásával befedezni, imájával közben járni, mint egy édesanyja? Mi férfiak ezt soha nem tudjuk megtudni igazán. Hogy ez mit jelent? Hogy ez mekkora kíváncsi? Hogy milyen csodálatos ajándék az anyaság. Na most ilyen édesanyja volt a kicsi Tamásé is történetünkre, egy másik történetnek egy szereplője. Azért a Tamásé, aki képzeljétek el, 4 éves koráig még beszélni sem tudott. 7 éves korában, fogózatok meg gyerekek, 7 éves korában képzeljétek el ezt a Tamást, kirúgták az iskolából. Alig kezdte el, nem igaz? Lehet, hogy ti is ezt szeretnétek, hogy már 7 éves korotokra kirúgjanak az iskolából. Most ezt a kis Tamástát kirúgták 7 éves korában az iskolából. Tehát, hogyha egyáltalán iskolának lehet nevezni egy olyan intézményt, ahol több mint 2 tucat különböző korú gyermeket próbál meg nevelni egy túlterhelt és alul fizetett tanító. Mert hogy ilyen volt az ő korában, a 19. századnak a végén az iskola. Lehet, hogy ma sem sokban különbözik az iskola. Ettől. Na most a Tamás tanítóját az borította ki, hogy a gyermek állandóan azt kérdezte, hogy miért? Miért? Állandóan ezt kérdezte. Miért teszi ezt? Miért azt? Miért teszi ezzel ezt? És azzal azt? És amikor a tanító kifogyott a válaszokból, akkor a gyermek a következő kérdést tette fel neki, miért nem tudod? Te miért nem tudod ezt meg azt? Nos, ez egyértelműen frusztrálta a tanítót, és ezért arra jutott, hogy a kicsi Tamásnak nincsen helye az osztályában, a feje túl nagy, és az agya benne túl zavart. Ezért eltanácsolt őt az iskolától. Azt mondta, hogy sose lesz belőle egy értelmes ember. Ki nem értett ezzel egyet? Volt egy ember, aki ezzel nem értett egyet. És ez volt az édesanyja. A Tamásnak az édesanyja. Azt mondta ez az asszony, hogy ha az iskola nem neveli a gyermekemet, akkor majd nevelni fogom én. És elkezdte ezt a Tamást otthon tanítani. Tamás pedig 14 éves korára, fogózatok meg, az otthoni könyvtár, már pedig volt egy jó nagy könyvtáruk, minden egyes kötetét kiolvasta, és saját kísérletező laboratóriumot épített magának. És volt egy nagy fizikus a középkorban, akit úgy hittak, hogy Isaac Newton, az ő fizikai törvényeit mind megértette 14 éves korára. Hú.
Ráadásul kiadta és árusítani kezdte a saját újságát. Mindez egy suhansz gyereknek egy, a munkája, akiről azt mondta a tanítója, hogy egy fabatkát sem él a gyerek. Hát alma kéne legyen. Nem igaz? Azt nem azt elni, amit elvártak tőle. Egy olyan fiúcskának az élete ez, akinek ez volt a legfontosabb kérdése, miért? És tudjátok, hogy később mivé lett ez az ember? Később erről a fiúról azt mondták, hogy talán ő volt a leghatékonyabb előmozdítója a modern kor technikai fejlődésének. És ezt a fiút úgy hívták, hogy Thomas Edison. Egy amerikai feltaláló. Biztos, hogy hallottatok róla. Többek között ő találta fel mit? A villanykörtét. Így van, amikor felkapcsolod a villanyt, akkor mindig Edison juthat eszedbe. Meg az, hogy kirúgták az iskolából. És mégis lett belőle valami. És az asszonyok arra az jutott eszébe, hogy ők nem mondtak le a gyerekükről. És hitték, hogy a gyermekük életének van valami értelme. Ha már megszületett, akkor valamiért megszületett az a gyermek, igaz? Tehát csodálatos dolog, hogy ezt az embert az édesanyja tette azzá, akivé válhatott. Most mit mondott Thomas Edison az ő édesanyjáról? Azt mondta ez az ember, hogy ő volt az, aki engem elkészített. Nem kikészített. Aki engem elkészített. Annyira igaza volt, annyira bízott bennem, hogy úgy éreztem, van valaki, akiért igazán élhetek, és van valaki, akinek soha nem szabad csalódást okoznom. Mert annyira bízott bennem, annyira hitt bennem, annyira szeretett engem, annyira körülvett engem, annyira támogatott engem. Tehát legközelebb, amikor felkapcsolod a villanyégőt, adj hálát Edison édesanyjáért, nem csak Edisonért, hanem az édesanyjáért, aki ennyire szerette és életre gondozta a fiát. És imádkozz azért, hogy a mai anyák ugyanezt meg tudják tenni. Ennyire higgyenek a gyermekeikben. Ennyire higgyenek abban az Istenben, aki a gyermekeiket alkotta, teremtette. Ennyire higgyenek abban, hogy van értelme minden egyes életnek. Hogy minden egyes gyermek drága érték. Úgy kell kezelni nevelőknek, tanítóknak, édesanyáknak. Hogy nem véletlenül pottyantak ide ezek a gyermekek, hanem egy csodálatos isteni terv mentén születtek meg erre a világra. És bizony nagyon sok imádság szükséges ahhoz, hogy az édesanyák be tudják tölteni a hivatásukat, mert valóban nem könnyű. Ez az igazság. Mert hogy minden szülő hajlik arra, hogy azt higgye, hogy ha mi almát termesztünk, ha én alma vagy, almafa vagyok, akkor mindenből almát kell csinálni, nem igaz? Mindenből almafát kell nevelni. Lehet, hogy nem úgy néz ki, hanem úgy néz ki, mint egy körte, vagy egy diófa, vagy egy paradicsompalánta, nem igaz? De én minden áron almát akarok belőle. Lesz belőle? Soha. És minden alma, ami a kezünk alá kerül. Ha bőgőn játszunk, akkor csak is bőgőt ad nekünk. Hát esetleg egy bőgő masinát egy pár évig, de utána ez a gyerek lehet, hogy nem bőgő, hanem valami más. Ha vizet szerelünk, akkor villáskulcsot kapunk. De közben az az igazság, kedveseim, hogy nincsen két egyforma gyermek. Még egy fészekben sem. Így van? Az anyák aláírják, alátámasztják, hogy nincsen kettő egyforma gyermek. Nem lehet két gyermeket ugyanolyan módszerrel nevelni. Ugyanazok a módszerek mentén nem lehet nevelni. Még az egyfészekből valók is különbözőek, teljesen egyediek, és ez egy olyan igazság, amiről bizony sokszor megfeledkezünk. Először szeretnék a Biblia fényében, drágáim, két tényről beszélni, amit a Szentírás elmond a szülői hivatásról, és amit olyan kevesen tudnak, vagy lehet, hogy tudják, de kevesen élnek vele. Az egyik tény, az egyik figyelmeztetés. Szeretném, hogyha mindannyian komolyan vennénk, mert így tudjuk betölteni az anyai, az apai, a nevelői, a szülői hivatásunkat. Az egyik, a gyermekeid nem miattad léteznek. Megjegyezted? Elraktároztad? Mert nagyon sok problémát okoz ez, hogy úgy állunk a gyerekeink elé, hogy te nekem köszönheted, hogy létezel.
Tehát úgy nézel rám, hogy nekem köszönheted a létezésedet. Nem. A gyermekeid nem miattad léteznek. Pedig hányszor mondjuk, ez az én fiam, igaz? Ez az én leányom. Persze van, amikor nem, inkább nem mondjuk, nem? Inkább, na olyankor is mondjon, akkor ez az én fiam. Pedig olyan azt mondjuk, mintha nem is az enyém lenne, nem igaz? Na, ilyenkor azt mondjuk, nem tudom ki ez a gyermek. Fogalmam sincs, hogy ki ez a gyermek. Ez én nem is volnék ilyesmire képes. Hát akkor pedig az, pedig a tied, nem? A te véred folyik benne? A te génállományodat örökölte, a te hülyeségeidet, nem? A te fafejűségedet, a te nyomorúságaidat. Nem, hát én ilyet soha. Bezzeg az én időmben, nem igaz? Hallottátok az ilyet már a szülőktől? Nem mernek nyilatkozni a fiatalok. Hallottatok ilyet? Amikor mi fiatalok voltunk, hát ilyen nem volt. Hát az biztos, ilyen nem, más volt. Más volt. De ami azért, amikor a gyerek azért felmutat valamit, ez az én fiam, ez az én leányom, ez igen. Ugye? Márpedig, ha biblikusan gondolkodunk, akkor a birtokos névmást le kell, hogy cseréljük. Mert hogy mit olvastunk a 127. Zsoltárból? Bizony, kinek az ajándéka a gyermek? Az Úrnak az ajándéka a gyermek. Az anya még gyümölcse micsoda? Micsoda? Jutalom. Így van? Az anya még gyümölcse jutalom. És az én gyermekem vagy, mondta az Ézsaiásból olvasott igében, ma nemzetelek téged, az én gyermekem vagy, azt mondja az Isten, az enyém vagy. Vagyis az én gyermekem, akit én a saját gyermekemnek nevezek, az nem az enyém. Hanem kié? Az Istené. A te gyermeked, akit te saját gyermekednek nevezel, az elsősorban nem a tiéd, hanem kié? Az Istené. Ki az ő alkotója? Ki az ő megformálója? Ki az, aki még mielőtt megfogant volna, még mielőtt gondolattá vált volna, már tudta, hogy meg fog születni? Kié ez a gyermek? Ki az ő teremtője? Ki az ő alkotója? Ki az ő apja? A mennyei atya. Az élő Isten. Az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Nos, tudjátok, hogy mit jelent az ajándék szó héber nyelven? Az ajándék azt jelenti, hogy tulajdon. Tulajdon. Vagyis valakinek a tulajdona. Amikor ajándékba ad valaki neked valamit, akkor a saját tulajdonát adja neked, nem igaz? Nem azt mondja, hogy hát itt volt ez a tiéd, aztán én visszahoztam neked. Nem, az nem ajándék, hogy én odaadom neked, mert ez téged illet meg. Nem, ez az enyém, az én tulajdonom, Isten tulajdona a gyermeked, ne felejtsétek el, az Isten tulajdona a gyermeked, és odaadja neked ajándékba. De nem változik meg a tulajdonos. Ő a tulajdonos, ő marad a tulajdonos. És ezt a zsidók nagyon jól tudták. Ezért mondják azt, hogy ami ajándék, annak nem én vagyok a tulajdonosa. Én vagyok a haszonélvezője, vagy én vagyok a nevelője, a használója, alakítója, de nem az enyém. Valaki így írt erről, minden férj és feleség csak kölcsönzi a gyermekeit. A mi gyermekeink nem a mi gyermekeink. Ők az Istenhez tartoznak. Egy időszakra vissza csak ránk, de nem a mieink, nem tarthatjuk meg őket. És nem azért kaptuk őket, hogy a saját képünkre és hasonlatosságunkra formáljuk őket, hogy almafa legyen, hogyha én alma vagyok, hogy diófa legyen, ha én dió vagyok, hogy bőgős legyen, ha én bőgős vagyok, hogy visszalelő legyen, hogyha én visszalelő vagyok, hogy pap legyen, ha én pap vagyok. Vagy éppenséggel az legyen, aki lenni akartam, hogy ő teljesítse az én be nem váltott vágyaimat, nem igaz? Amivel lenni akartam, na majd a fiam realizálja magát, na majd a fiam létrehozza azt, amit én nem tudtam létrehozni. Mert hogy ezek a gyerekek nem a mieink. Azok az Isten tulajdonai. Nem azért kaptuk őket, hogy arra készítsük, kiteljesítsék az életünket, vagy megvalósítsák mindazt, amit mi nem tudunk elérni.
és így hatástalanítsuk a saját kudarcainkat. Ők nem eszközök, amiket használni kell, hanem életek, külön életek, akiket szeretni és gondozni kell. Vagyis mi neveljük az Istennek a gyermekeit. Meglepett ez ma téged? Hát örülök, hogyha meglepett téged. De még jobban örülök, ha már tudtad, hogy te az Isten gyermekeit neveled. Mennyi, mekkora alázatban kellene ezt tartson bennünket. És amikor arra gondolunk, hogy mennyi szülő tartja vissza a gyermekét az Istentől, miközben Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tartsátok vissza őket. Bele gondolunk abban, hogy mekkora felelősség van rajtunk, és az Isten egyszer csak azt mondja, hogy én ajándékba adtam neked egy gyermeket. Te engedted, hogy velem kapcsolatban legyen? Te úgy nevelted, hogy velem kapcsolatban legyen? Mekkora felelősség ez? Ugyanakkor, hadd kérdezzem meg, hogy bátorít ez téged? Mert hogy kellene bátorítson is. Hogy nem vagy egyedül az ő nevelésében. Mert hogyha ő a mennyei atya, az ő tulajdon a gyermek, akkor nem csak oda dobja neked, hanem lesz, hogy csinálj vele valamit. Tehát nehogy úgy gondoljuk, hogy az Isten a cserben hagyó szülő, nem? És akkor mi pedig az Isten helyett elvégezzük a munkát. Nehogy így gondoljuk. Hanem ő társként szegődik melléd. És nem vagy egyedül. Mert hogy a gyermeknevelés nem szabad egy magányos akció legyen, amit csak az anya végez, vagy csak az apa végez, vagy csak a gyülekezet végez, hanem ez egy közösségi akció, ez egy közösségi családi feladat. És mi az Istentől kaptuk a gyermekeinket, és addig a pontig nevelhetjük őket, amikor az eljön az idő, hogy elengedjük őket. Mert hogy mit olvastunk a Zsoltárban, a 127. Zsoltárban? Nagyon szép ez a kép, ez a metafora. Hogy mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Mire gondol itt a Zsoltáros? Én sokszor arra gondoltam, hogy hát persze, nyilván van nekem 3-4-5 erős fiam, akkor a szomszédnak a száját beverhetem, nem igaz? Mert csak merje szólni a szomszéd, felhúzom a nyilat, puf, legyilazom őket. De valószínűleg nem erre gondol a Zsoltáros. Hogy a gyerekeim majd engem megvédnek, igaz? Majd ők gondoznak és ellátnak, persze szép dolog, azt is megteszik, arra is való a gyermek, nyilván. Mert azt is mondja a Zsoltáros, hogy nem szégyenül meg az az ember, aki ellenséggel áll a kapuban, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, jó fiakkal, meg leányukkal. Igaz? De elsősorban nem ezt jelent ez a metafora szerintem, hanem azt jelenti, hogy a nyilván mit kell csinálni? Mit kell csinálni a nyilván? Felhúzod az íjat, igaz? Felfeszíted az íjat, és ott van a nyílvesző benne. Mit kell csinálni az a nyílveszővel, a gyermekkel? Célra kell tartani, és aztán mit kell csinálni? El kell engedni. A profi íjászok azt mondják, hogy a legnehezebb dolog ebben az egészben, az íjászkodásban, amikor felhúzod az íjat, megfeszíted az íjat, rácélzol, és hogy mikor engedd el? Az elengedés ennek az egésznek a legnehezebb. És a gyermeknevelésben vagy nem ez a legnehezebb? Nem ez a legnehezebb? Hogy felhúzod az íjat, már kialakul az életük, már kialakul a cél. És mit csinálni? Mert hogy akkor teljesedik be az élete a gyermekednek, amikor mit csinálsz? Pam! Elengeded. Mert ha nem engedted el, akkor nincsenek az egésznek értelme. Mert akkor soha nem talál célba az élete. Figyeltétek? Ha nem engeded el azt a gyermeket, hogy repüljön a célja felé, mint a nyíl, akkor soha nem éri el a célját, igaz? És hány szülő, jaj, ott tartjuk a tegezben a gyereket, nem? Jaj, nehogy kimenjen, nehogy ezt csinálj, nehogy azt csinálja. Sőt, ha el is ment, akkor naponta 1560-szor telefonálunk neki, nem? Jó, mit csináltál? Most jobb lábbal léptél előre? Ballal? Hol fekszel? Az ágyban vagy az ágy alatt? Főztél? Nem! Mit tettél? Nem igaz? Tehát már kilőttük, de még mindig nem tudtuk elengedni. És ez az, ami megterheli a gyerekeinket, hogy nem érik el
a céljukat, az életük rendeltetését, aminek Isten tervezte őket. És ez vezet el bennünket a második igazsághoz, amit olyan kevés szülő tud. Mi volt az első? A gyermekeid nem miattad léteznek. Nem azért léteznek, mert te megszülted őket. Mert te nem szedted őket. Nem azért léteznek. Miért léteznek? Azért, mert az Isten neked adta őket. Mert neked adta őket. Mert az Isten ajándékba adta neked. És miért kaptad? Azért, hogy neveld, formád, alakítsd, és egyszer csak mit csinál? Elengeded, hogy tartson a célja felé. És hogy célba érjen az élete. Tehát nem miattad léteznek. És a másik dolog az, hogy a gyermekeid nem érted léteznek. Nem érted léteznek. Persze szeretnénk, hogyha ez így lenne, nem? Szeretnénk, hogyha a gyermekeink azért lennének, hogy mit csináljanak, hogy tovább vigyék a nevet, nem? Tovább vigyék a hagyományt, hogy tovább vigyék a hivatást, hogy tovább vigyék a vagyont. De a gyerekek nem azért vannak. Nem azért vannak a gyerekek, kedveseim. Nem az az életüknek a prioritása, bocsánat, hogy így mondom, itt a gyerekek füle hallatára, nem az az életüknek a prioritása, hogy a szüleiknek örömöt, büszkeséget és unokákat adjanak. Nem? Még általában ezt hiszük a gyerekekről. Azért csináltunk téged, hogy örüljünk neked, te mindig szórakoztassál bennünket, nem igaz? És ellássál bennünket, és gondozzál bennünket, adjál nekünk unokákat, és büszkeséget, sok büszkeséget, mert az én fiamból orvos lett, meg az enyémből lett takarítónő, azt már nem mondja senki. És miért? Azzal arra nem lehetsz büszke? Arra nem lehetsz büszke, hogy jól vízi a hivatását? Arra már nem lehetsz? De nem azért vannak, hanem miért vannak a gyerekek? Nem azért, hogy a mi örömünket szolgálják, hanem miért? Hanem azért, hogy az Istennek a dicsőségére legyenek. Ez minden emberi életnek a célja és értelme. Miért vannak a gyermekeid? Azért, hogy ők az Isten dicsőségét szolgálják. Az Ézsaiás 43-ban ezt olvastuk. Azt mondja az Isten, hozd ide az én fiaimat a messzeségből, az én leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd őket vissza! Vagyis mi a te feladatod, mi a te célod édesanyaként, édesapaként? Mi az én feladatom szülőként? Az az én feladatom, hogy úgy neveljem a gyermekeimet, hogy ők az Isten dicsőségére éljenek. És ezt mondom nektek is, drága gyermekek, főleg akik már nőttök felfele, és kezdtek a felnőtt fiatalkorban lépni, és komoly frusztrációk vannak bennetek, hogy hogy tegyek eleget a szülők elvárásainak, vagy mi egymásnak meg ezt. Drágáim, nem kell a szülők elvárásainak eleget tenni, értitek? Nem a szülők elvárásainak kell eleget tenni, hanem kinek? Az Isten elvárásainak kell eleget tenni. Az Isten tervébe kell beilleszkedni. Nem az anyád tervezi el az életedet, nem az apád tervezi el az életedet, hanem a legjobb esetben az édesanyád az Istennel és veled együtt. Az édesapád az Istennel és veled együtt. De amikor az édesapád hallani sem akar az Istenről, az ilyesmiről, meg az, hogy te neked is vannak elképzeléseid az életedre nézve, akkor szabadítson fel benneteket az Isten lelke el a szabadságra, hogy nem az embereknek kell megfelelni. Ezt Péter mondja annak idején, ugye, mikor őt le akarják beszélni a Jézus Krisztus követésről, hogy mikor Péter azt mondja, hogy Istennek kell inkább tetszeni, mint kinek? Mint embereknek. És hogyha ezt a szülő nem akarja felismerni, akkor amikor a fiatalkorban beléptek, ez egy nagyon kőkemény tusakodás lényegében, de fel kell ezt ismerni, hogy elsősorban az a kérdés, hogy Isten milyen életet szánt számotokra. Mi az ő elképzelése az életetek számára? Ezek a kicsi fecskék is egyszer csak el kell, hogy engedjék az ő gyermekeiket. És ez nagyon egyértelmű. Nem is tudom, hogy ismerik-e utána egymást. Egyébként. Milyen különleges áldás az, hogy mi mégis ragaszkodhatunk egymáshoz. Hogy ismerem az anyámat, ismerem az apámat, de nem azért vagyok,
nem azért vagyok, hogy az apám álmait valósítsam meg. Nem azért vagyok, hogy az apám, az anyám elképzeléseit váltsam valóra, hanem azért vagyok, hogy az Isten terveit váltsam valóra. Az Isten elképzeléseit váltsam valóra. Mert ő az, aki megformált bennünket. Ő az, aki messzemenően kódolt bennünket erre az életre. Ő az, aki tökéletesen megtervezte a mi gyermekeinket, drága szülők. És sokan azt gondolják, hogy a gyerekek úgy érkeznek az életbe, mint egy, hogy is mondjam, mint egy tiszta lap. Nincs is itt egy tiszta lap, amit bemutathatok, ugye? Itt van. Hogy itt van a tiszta lap, ez az én gyermekem, amikor megszületik. És akkor jön a gyermek ilyen tiszta lappal, és akkor én meg elkezdek rá csodálatos dolgokat alkotni, nem? Hát, ha tudok alkotni, akkor... Igen, ha nem, akkor nem. Lehet, hogy képességgel összegyűröm ezt a lapot. Bocsáss meg, Réka. Jó? Vagy ha nem tudok jól rajzolni, nem vagyok jó szülő, akkor mit csinálok? Tönkre teszem azt a gyermeket. Persze, persze, sokat rombolunk a gyermekünkön. De a Biblia tanítása szerint a gyermek nem tiszta lappal érkezik. A gyermek nem tiszta lappal érkezik. És erre nézve hadd olvassam fel a 139. Zsoltárnak néhány versét. Olyan csodálatosan ír ebben a Zsoltáros. Te alkottad veseimet. Te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és a lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam. Mintha a föld mélyében képződtem volna. Vagyis kialakított valaki, ki formált engemet, eltervezett valaki. Alaktalan testemet már látták a te szemeid. És itt jön egy lényeges mondat, könyvedben minden meg volt írva. Micsoda? Könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Ki mondja tehát azt, hogy a gyermek tiszta lappal érkezik? A gyermek el van készítve. A gyermekbe bele van írva minden. Tehát a szülőnek nem az a feladata, hogy ő rajzolja meg a gyermeknek a jellemét, ő rajzolja meg az életét, hanem mi a feladata a szülőnek? Hogy tanulmányozza a gyermekét, és felfedezze benne azt, hogy mi az Isten terve, hogy mit helyezett belé az Isten ebbe a gyermekbe, hogy milyen hajlamokkal, milyen temperamentummal, milyen adottságokkal, képességekkel ajándékozta meg ezt a gyermeket. Nem mi alakítjuk ki a képességeit, hanem mi csak felismerjük. Mi csak felismerjük, és segítjük őt abban, hogy a képességei kifejlődjenek. Hogy a hajlamai kifejlődjenek, megerősödjenek. Tehát nem te írod meg az gyermekeidnek, a gyermeked életének a forgatókönyvét. Az Isten megírta a te gyermekednek a forgatókönyvét. Éppen ezért mondja, és ez a záró néhány gondolat hadd hangozik még el, éppen ezért mondja a példabeszédek könyvében az ige, mit? Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint. Még mikor megvéhedik is, el nem távozik attól. És nagyon sokszor félreértelmezzük ezt a verset, és ez sok problémát és lelkiismeretfurdalást is okoz a szülőknek, mert hogy sok szülő ilyenképpen értelmezi, hogy hát ha a gyermekemet a jó útra vezetem, a jó útra állítom, ha elmondom neki a jó hírt, elolvasom neki a bibliai történeteket, imádkozok vele, akkor minden jó lesz. Akkor biztos, hogy hívő ember lesz, minden rendben lesz. A dolgok jól fognak alakulni. De mindannyian tapasztaltuk már, bizony a jó gyerekek is elromolhatnak, nem igaz? A legtöbb próbálkozás, a legjobb indulat, a legjobb próbálkozás ellenére is, amíg a jó gyerekek is elromolhatnak. És fordítva, a rosszakból is lehetnek jók. Miről beszél ez a vers? Tanítsd, neveld, mondja a másik helyen az igen, neveld a gyermekedet az ő útjának módja szerint. Tudjátok, mit jelent nevelni? Nagyon gyönyörű ez a szó a héberben. A nevelni azt jelenti, a szónak a gyöke, eredete az, hogy felébreszteni valakiben a szomjúságot. Felébreszteni valakiben a szomjúságot. Amikor a zsidó gyerekek megszülettek, akkor a bábák azzal kezdték, hogy ilyen összezúzott datóját vettek,
és beletömték, bocsánat, nem tömöm bele, Sándornak a szájába az ujjamat, beletömték a gyereknek a szájába ezt az összehúzott datoját. Azért, hogy beinduljon a szomjúság, és aztán az evési ösztön a gyermekben. Mit jelent nevelni, igazán nevelni? Nem, hogy magolod az anyagot, nem igaz? Amit az iskolában sokszor elvárnak tőled. A jó tanító, a jó nevelő úgy nevel, hogy felébreszti benned az érdeklődést. Igaz? Van itt egy zongora, szépen szól. Réka, mit szólsz? Meg pötyögeted? És felépred a szomjúság Rékával. Van itt egy basszusgitár, Norbi, megpengeted? Igen, beindul a szomjúság. Dávid, keverő, ez az. Tekerő, ez az. És sorolhatnám, mert mindegyikőtöknek megvan valami az életében, amire hajlama van. Amit az Isten kialakított benne. És a mi dolgunk, szülőknek a dolga, micsoda, hogy felébresszük a szomjúságot. És megkeressük benne a hajlamot. Lássuk, mi van a gyermekemben. Mi van a gyermekemben. És akkor azt kiaknázni, abban bátorítani, abban erősíteni. Tehát ébreszt fel a szomjúságot a gyermekednek az ő útjának módja szerint. Vagyis hol van az út? Hol van az út? Ott van benne a gyermekben. Benned van az út. Ott van bennetek, drágáim, az út. És az a baj sokszor, hogy a gyerek is ül ott még 30 évesen az anya szoknyája alatt. És én mindig várja, hogy az anyuka még építi az utat. Meg az apuka csinálja az utat. Hát az út itt van benned. Az út itt van benned. Ha 30 éves korodig nem láttad meg, akkor itt baj van. Baj van az apukával is, anyukával is, és ilyenképpen veled is. Persze nincs minden veszve, mert még mindig ott van benned, és fel megtalálhatod. Tanítsd, neveld a gyermekedet az ő útjának módja szerint. Vagyis ébreszd fel a szomjúságot benne. Nézd meg, hogy milyen hajlama van. Keresd meg, hogy milyen út van benne. Milyen hajlamok vannak benne. Mert ugye a másik héber szó, és hoztam ide egy ilyen szemléltetést is, sodálatos dolgokat találtam itt a leégett parókia környékén, hogy azt jelenti, az út azt jelenti, egy olyan szóból ered, hogy valamit meghajlik. Meghajlik. Ugye? Vagy adott esetben kitapos. Ezt így meg lehet hajlítani, ha tovább hajlítom, lehet, hogy összetörik, igaz? De meg lehet hajlítani. És ugye összefügg számomra a 127. Zsoltárral is, ugye? Hogy mint a nyilak a hősnek a kezében, olyanok a serdülő fiak. Tehát meghajlítod a nyilat, megvan az út, igaz? Az a feszültsége az egésznek. Hogy megvan a hajlam, minden eredben lehet, hogy a hajlik, hajlam. Mire van hajlamod? Mire van hajlamod? És megfeszíted ezt a hajlamot, igaz? Feszültség keletkezik, és ebben a feszültségben kialakul a cél, az életét. És az az energia, ami aztán a nyilat, ugye? Hát nem volt egy szégyen gyalázat, itt vannak a nyilat, a serdülő fiak. Szégyen gyalázat, hogy egy magyar embernek nincs nyila, meg íja, mert valamikor úgy imádkoztak az európai népek, hogy a magyarok nyilaitól ments meg bennünket, urunk. És elkorcsosodtunk, mit csinálj, már nem nyilazunk. De értitek? Az út azt jelenti, hogy egy egyedi személyre szabott hajlam együttes van a gyermekben. Út van a gyermekben. Amit fel kell fedezni, amit meg kell hajlítani, ami létre kell hozni ezt a feszültséget. Fel kell ébreszteni a szomjúságot. Az életében. Fel kell ébreszteni a szomjúságot az életében, hogy aztán célba jusson az ember, hogy megtalálja az életének a célját. Tehát, hogyha át akarom írni azt az igét, érthetővé akarom tenni, akkor azt mondom, ébreszt fel a gyermeket szomjúságát, hogy Istentől kapott hajlama szerint induljon el, és találjon rá az útjára, mert így, ha megöregszik, sem tér, hajlik el attól. Ébreszt fel a gyermeket szomjúságát, hogy Istentől kapott hajlama szerint induljon el,
és találjon rá az útjára, mert így, ha megöregszik sem, tér, hajlik el attól. Egy rövid kis filmecskét készítettünk még el, azt szeretnénk mindjárt levetíteni, de még azelőtt hadd adja két figyelmeztetést. Az egyik szülő. A nevelés az fegyelmezést is jelent, ugye? Milyen jó, hogy itt van a pálca kezemben, igaz? A nevelés fegyelmezést is jelent. Nem kell ettől a szótól, hogy fegyelmezés megijedni. A mi társadalmunknak a torzulása az, hogy nem engedjük a fegyelmezést. Egy fán nem csak jó hajtások vannak, igaz? Hanem vannak ilyen magasra törő, de haszontalan vízhajtások, igaz? Vannak kiöregedett hajtások, terméketlen hajtások, mit kell csinálni velük? Lemetszeni. Fájdalmas? Fájdalmas. Kell. Fegyelmezni kell, mert hogy az emberben nem csak jó hajlamok vannak, hanem milyen hajlamok vannak még az emberben? Vannak rossz hajlamok is. És a rossz hajlamokat vissza kell folytani az emberben. A rossz hajlamokat a gyermekben ki kell metszeni a rossz hajlamokat. És erre való a nevelés. Ez az első figyelmeztetés. A második pedig, nagyon fontos, drága édesanyák, drága édesapák, a gyermek, mivel te kell az ő életének a könyvét kiolvassad, te kell megértsed a gyermekedet. Ő nem érti önmagát, ő nem tudja értelmezni saját magát, a története meg van írva, a forgatókönyv meg van írva, tehát te kell megértsd a gyermekedet. Vagyis ahhoz mi kell, hogy megértsd a gyermekedet? Mi kell ahhoz, hogy kiolvas egy könyvet? Idő kell. Vagyis a gyermekhez mi kell? Ehhez az édes gyermekhez mi kell? Azt mondja nekem, morgott egyet ide az óra. Türelem és idő kell. Vagyis kedveseim, a gyermekeid legyenek a prioritás az életedben. A legfontosabb legyen a gyermeked az életedben. 100 év múlva már teljesen mindegy, hogy milyen házad volt. Igaz? Mindegy? Most bontottuk le a templom tetőzetét, mondta Imre, hogy még az édesapám hordta bele az anyagot, ez egy részét, segítettek, igaz? Most meg eldobjuk, tűzre tesszük. Megmarad? Nem. Kit érdekel 100 év múlva, milyen autóval jártál? Kit érdekel? De 100 év múlva reménység szerint még itt lesz a gyermeked, hogyha a gyermeked még már nem lesz, itt lesz az unokád, a dédunokád. Abba mit investáltál? Mennyi időt, energiát tettél bele a gyerekeibe? Persze ettől válik ez egy 24 órás munkává az édesanyák számára. Jöjjön tehát a videó, nem tudom, mennyire fogjuk látni. Feliratozva lesz, az a cím, hogy a világ legkeményebb állása. Az angolok érteni fogják. Uh-huh. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Anyway. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay, so like no lunch? You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch.
I think that's a little intense. No. No, not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is gonna go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh! And they meet every requirement, oh, don't wow. they? Oh my god. Moms are the best! Yeah, there's no pay, they're 24 hours, they're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I'm gonna say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Gyerekek, azt hiszem, hogy az anyák megérdemelnek egy tapsot, igaz? Csodálatos dolog. Műveleti igazgató, igaz? És 24 órában 24 óra. Hatalmas állóképesség. Hogy lehetséges ez? Nem jár érte fizetés. Hogy lehetséges ez? Úgyhogy van nekünk egy drága teremtő Istenünk, aki képessé tesz bennünket arra is, hogy jó anyák legyünk, hogy jó apák legyünk. És arra is, kedveseim, hogy mi pedig jó és hálás gyermekek legyünk. Hogy valóban hálásak legyünk az édesanyánkért, az édesapánkért, és kimondottan a mi mennyei édesatyánkért, aki végtelenül szeret bennünket. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked először is a te atyai szeretetedet az életünkben. És köszönjük, hogy mindannyian úgy lehetünk itt, van a tudatban, abban a hitben, hogy a mi életünk, a mi létezésünk az nem véletlen. Lehet, hogy a szüleink nem terveztek bennünket. De te akkor is ott voltál és terveztél bennünket. Senki nem véletlenül került ide. És az egy hatalmas megerősítés mindegyikünk élete számára. Köszönjük, hogy te olyan csodálatosan megalkottál mindannyiunkat, hogy megvan a különleges, egyedi terved mindegyikünk életével. Hogy az már egy csodálatos, hatalmas ajándék, hogy nem vagyunk egyformák. És hogy te valóban úgy engedtél bennünket ebbe a világba, hogy van útra valunk. Hogy van elképzelése, terved, forgatókönyved az életünk számára. Áldott légy ezért, Urunk. És Urunk, köszönjük neked,